És mi arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át, életünkön át. Arra születtünk, hogy mindig menjünk meg, ne álljunk, induljunk tovább, induljunk tovább. Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket, hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk. Petőfi hónapja közibénk suhanva. Bár lennék szabadság új, tündéri anyja. Anyja szabad szónak, s másnak, amikkel még, ne csüggednének a magyar szívek, s elmék. Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15-e megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magába hordozott egy sajátos jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Büszkének kell lennünk erre a napra. A nevekre és az eszmére emlékezünk, amelyért oly sokan adták vérüket, lelküket. Te szabadnak születtél, szabadságodat mások vívták ki, mert ha a nép nem szabad, a szellem sem élhet, és egy haza tűnetel a történelem útvesztőjében. A pillanat falja a perceket, órákat, éveket, úgy emelkedik alattunk a roppant torony, az emberi történelem. Ma emlékezünk a forradalomra, a polgári változásokra. Emlékezzünk arra, amikor mertek változtatni. Amikor mertek ellenállni. Amikor megértették, hogy nem lehet tétovázni. És nem féltek, hogy mi lesz, ha elfogják őket és börtönbe zárják? De biztosan féltek, de bátrak voltak és elszántak. Erősek és egyet akartak. Én Petőfi szerepét vállalom. Én Irinyi József leszek. Én meg Jókai Mór, ej uraim! Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett? Hát akkor elfutunk-e? Nem hátrálunk. Idézzük fel most a forradalom hőseinek nagy alakjait. Én Kossuth Lajos gondolatát tolmácsolom. Az én lelkemre epesztő aggodalommal borul a mozdulatlanság fájdalma. Bennünket a nemzet azzal bízott meg, hogy a jelen fölött örködjünk, s jövendőit biztosítsuk. Nekünk nem szabad szembeunyva várni, míg hazánkat a bajok özöne elborítja. Ezt látnod kell, most mi jövünk végre, történelmet írunk a jégre. Tőlünk visszhangzik az ég is, alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis. Megküzdünk, hogy a világ lássa, mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra. Hisz együtt elfelejtünk félni, ha a kételyek kapuját át kell lépni. Semmi, de semmi nem állíthat meg, tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg, tisztán látom a célt. Zászlót fel, most mi itt a pálya, a legendák előszobája. Hosszú út áll mögöttünk, nem lesz parton, győzni jöttünk. Zászlót fel,
az 1848-as dicső forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Annak a forradalomnak az eszméjére, amelynek eseményei aranybetűkkel íródtak be az európai és magyar nép történelmébe. Figyeljetek, polgártársak! Itt van Irinyi József! Felolvassa nekünk azt a folyamodványt, melyet maga szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs többé idő hosszas tanácskozásra. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk, és sínylődtünk a nyomor, szűkölködés folytó posványában. Úgy van, igaz! Petőfi verset írt a banketre a zsarnokság ellen. Halljuk, halljuk! Én a népet akartam fölemelni, zsarnokság fölé helyezni, és elűzni a királyokat, minden nép nyúzó állnokot. Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Igaz, úgy van, tenni kell! Tegnap láttam berontani egy ifjút a pillbaxba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval. Ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénk vágtak. A büszke magyar Rákóczi nép elé. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni! Fiék. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Éljen! Éljen! Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok, az én nagy részét ébren töltöttem feleségemmel, és azon tanácskoztunk, mit kell tenni. A forradalom legelső lépése, és egyszer s mint főkötelessége, szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. Sok hada, gyűrű fogta szegény magyart, folyt csak folyt a vér. Vértanúkról szól e dal, tán nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Csak a költő, a költő a visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. A Pillbax kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai és sok száz egyetemista lefoglalta Landerer nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa! Nézzétek! Ott van Széchenyi István! Vajon mit akar? Már a legrégebbi ősöm, akire tisztelettel emlékszem, Végvári vitéz volt Széchenyben. A napóleoni háborúban végig harcoltam, s most a békére áhítoztam. Mégis én ébresztettem fel az alvó magyart.
Kossuth máshonnan látja a helyzetet, mint én. Ami lent kevés, az fent sok. Petőfi a nép nevében szól, alig múlt 25 éves. De csak a gyenge szereti önmagát, az erős nemzeteket hordoz a szívében. Úgyhogy annak ellenére féltem a nemzetemet a vérrontástól. Most hiszem, hogy békésen kivívható a változás. Én is támogatom a fiatalokat. Délután 3-ra gyűlés hirdettek a múzeum terére. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kívánjuk a magyarok kormányát! Kívánjuk az országgyűlés Pesten! Kívánjuk! Legyen előtti egyenlőség minden tekintetben! Délutára csak nem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Ebben a tömegben polgárok, ifjak, iparos legények között ott voltak már a vására érkezett népcsoportok is. Parasztok, gazdatisztek, vidéki nemesek. Ott állt a múzeum lépcsőjén Petőfi, Vasvári, Irinyi mellett Nyári is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. Egyszerre az a hír szárnyalt, hogy katonaság jön. A városházára mentek. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírták a 12 pontot. A lent álló katonaság semmit sem tett. Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Budára! Budára! Ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden arcot.
minden szépet, jaj. Megátkor, megéget, én fejbe vár. Néha szeret, és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet. Csak egy szép ég. Egykor az ifjú Jókai és a lángoló Petőfi zengett. Kokárda lengett, zászló lobogott. Költő kérdezett, és felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset, s börtönajtót. Szépség, igazság lassan megy előre. Egy szebb igazság boldogabb jövőbe. A győztes pesti forradalom az udvart meghátrálásra késztette. Kinevezte az első magyar felelős miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. Az ország alig 2 hét alatt 31 törvényt fogalmazott meg, amit a király kénytelen volt aláírni. Elkezdődhetett a polgári átalakulás. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Büszke a szívem, hogy magyar vagyok. Ízik a lelkem, és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág egy szót suttog. Magyarország! Ne csak dísz legyen a kokárda, légy te is büszke hazádra. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, álva mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele ad, hogy ér. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, érzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested ő. Forradalom idején tanúsított összefogás, kitartás és tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és egymásnak megbecsülése a ma embere számára is példaértékű lehet. Tűnt március nagy napja szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad,
mely új remények ibolyáját fontad. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Arra születtünk, napsugárba kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj. Arra születtünk, hogy tiszta legyen még a szívünk, s játszunk még tovább, játszunk még tovább. Arra születtünk, tiszta legyen még a szívünk, s játszunk még tovább, játszunk még tovább. Tisztelt ünneplők, kedves szekszárdi polgárok! Egy szótár szerint a szabadság általában idegen erőtől való függetlenséget jelent. A szó a klasszikus és a modern filozófiák egyik alapfogalma. Vizsgálatoknak, kutatásaiknak egyik központi tárgya. Lehet is. Hiszen emberi mi voltunk, közösségben létezésünk értelmezhetetlen a fogalom pontos meghatározása nélkül. 172 évvel ezelőtt egy kis nemzet kelt fel, hogy kivívja a szabadságát. Egy nemzet, amely akkor már hosszú évszázadok óta nyögte idegen elnyomás járomát, idegen uralkodók zsarnokságát. Vajon az akkor forrongó, mindenre elszánt százezrek, akiknek tetemes része tán írni, olvasni is alig, vagy egyáltalán nem tudott, milyen szabadság fogalmat ápolhattak magukban? Javarészük bizonyosan nem a bölcseleti definíciókét, a tudományos kategóriákét, hanem számukra egy sokkal mélyebben beágyazottat. Az emberi tisztesség, az örökség és a bölcs ősi ösztön szabadság fogalmát. Bár ilyen szavakat, mint önrendelkezés, szuverenitás, csak kevesen használtak, tartalmukat mégis mindenki pontosan bírta. És e tudás garanciáját sziklaszilált értékrend, hit, közösségi és családi hagyomány adta. Ó szabadság, hadd nézzünk szembe veled, írja óhajtja egyik versében a forradalom költője Petőfi Sándor. És a felkelő tömegek bátran és megrendülten tették meg ezt az évszázadok óta vágyott szembenézést. És a találkozást tettek követték. Hiszen ugyanez a tömeg vállalta a fegyveres küzdelmet, az ember áldozatot a szabadsághoz során. Ennek az elszántságnak az alapja magyarság tudatuk, a nemzethez való tartozás megtapasztalása volt. Olyan magyarságé, amely képes túllépni a dekoratív, mutatós, de tartalmatlan külsőségeken, képes elkerülni a nemzeti önhittség, gőg és más népek lenézésének csapdáját, olyan magyarságé, amely hagyományaival az évezredes közös tudásra fel tudja emelni a nemzetet. Olyan magyarságé, amely nem válik elvtelen kiszolgálójává egyetlen külső érdek vagy hatalmi körnek, legyen az rövid távon bármilyen gazdasági vagy politikai haszonnal kecsegtető. Olyan magyarságé, amelynek legnemesebb szándékai túllépnek egy törpekor jelenén, és a nemzet, a magyar kultúra fennmaradását célozzák meg. Ezért harcoltak ők, és haltak hősi halált, vagy szenvedték el a bujdosás, az idegen földön lakás gyötrelmeit. Ők voltak azok, akik, ha túlélték az üldöztetést, egy-egy történetben, adomában, a csapatzászló egy titokban megőrzött darabjába rejtegették a magyar szabadságra vetett, elvehetetlen, kioldhatatlan hitüket. És az ő harcukból, elszántságukból, hajlíthatatlanságukból kisarja a gyönyörű mitológia volt az egyik legfontosabb erő az elkövetkező évszázadban. Olyan században, amikor a magyarság egyik nagyhatalom folytogató kezéből a másikéből zuhanva őrizte meg a tartását, méltóságát és végül vívta ki szabadságát.
Ma 2020. március 15-ét írunk. Vajon képesek vagyunk-e, van-e erkölcsi tőkénk elődeink nyomán a szabadság szemébe nézni? Egyik felem azt válaszolja, igen. Már a Magyarországon a demokratikus berendezkedés egyén és közösség számára egyaránt szabadságot teremtett. Demokratikus választásokon dől el az ország és a települések sorsa. Mindez lehetőséget nyit kis és nagy közösség számára, hogy érdekét érvényesítse és képviseltesse. De meggondolni való, van-e, lehet-e szabadság ott, ahol ezzel a lehetőséggel rendre visszaélnek? Van-e, lehet-e szabadság ott, ahol egy településen az üres ígéretekkel hatalomra jutott egyetlen főnyi többség úgy viszonyul a szavazataival másokat támogató ezrek véleményéhez, mintha azok a világon sem lennének? Van-e, lehet-e szabadság ott, ahol a város minden lényeges döntését meghozó bizottságokban kizárólag az egyetlen főnyi többség képviselői ülhetnek? Van-e, lehet-e szabadság ott, ahol a település polgármesterének semmilyen közlése nem jelenhet meg ellenzéki cenzúra nélkül, városa hivatalos honlapján? Van-e, lehet-e szabadság ott, ahol a helyi lap főszerkesztőjét cinikus módon épp a szabad sajtót is ünneplő március 15-én távolítják el, mondva csinált indokokkal tisztségéből? Van-e, lehet-e szabadság ott, ahol egy szűk, fentről ravaszul vezérelt, ügyesen kommunikáló érdekcsoport tartja kézben a várost? Vé victis, jaj a legyőzötteknek, mondta gúnyosan a Rómára törő gall törzsek vezére, amikor a, jegyezzük meg rövid ideig, vesztes rómaiak méltányosabb elbánásért folyamodtak. Ma éppen ez történik Szekszárdon. Ennek napjait éljük most, amikor március 15-én a magyar szabadságért folytatott harc hőseire emlékezünk. Ó szabadság, hadd nézzünk szemedbe, mondjuk mi is Petőfi Sándorral. Hiszem, hogy eljön ennek a napja is. Hiszem, hogy közösségeink, városunk polgárai fölébe tudnak nőni a jelen bajoknak. Hiszem, hogy Szekszárd előbb-utóbb ismét az lesz, ami évszázadokon át mindig is volt. Békésen kvaterkázó, a szomszédjait tisztelő, hagyományait minél előrébb tartó, az itt lakóknak nyugalmat és biztonságot adó otthon. Mert Szekszárd a szekszárdiaké, és a szabadság pedig mindannyiunké. Köszönöm, hogy meghallgattak.